Nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, én Fekete Rita vagyok, a műsor szerkesztője, pedig Jó Brody, és nagy tisztelettel köszöntöm itt a stúdióban Köves Lomót, az EMI Magyar Zsidó Szövetség vezető rabbiát. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Na, akkor egy picit beszéljünk erről a széder estéről, széder asztalról, amit pár héttel ezelőtt megülésre került, és hát most a Neokonról fogok olvasni egy-két véleményt. Ugye Dajcs Tamás azt mondta ezzel kapcsolatban, hogy elítéli, ízléstelen provokációnak tartja, hogy az Egyesült Államok budapesti nagykövete David Pressman a Pészak alkalmából tartott széderestre meghívta Gyöngyösi Mártont, a Jobbik konzervatívok elnökét. És ön is nyilatkozott ennek az újságnak, és ön pedig azt mondta, hogy keresem is azonnal azt, amit szerettem volna, hogy ugye a zsidóságban is hisznek a megtérésben, és de ugye ebben az esetben ennek a gyümölcsei nem láthatóak. Most picit így összefoglaltam ezt a hosszabb idézetet, ami itt van a neokon.hu, mindenki el tudja olvasni, aki megkeresi. Tehát mi volt a baj Gyöngyösi Mártonnak a széderesten lévő jelenlétével? Szerintem mindenki fölkapta rá a fejét, és tudom, hogy több hetes történet, ugye rengeteg vélemény elhangzott már azóta a médiában erről, de hát nem engedhetem el, úgyhogy ne kérdezzem meg. Ugye valaki rossz úton jár, valaki hibázik, vétkezik, bűnözik, és így tovább. Alapgondolata a bibliai értékvilágnak, a zsidó-keresztény értékvilágnak, hogy van lehetőség, és kell adni esélyt és lehetőséget a megtérésre, a héberúgy mondjuk a csúvára. A jóvátételnek a módja az az, hogy az ember nem csak elhatároz, megbánja azt, amit tett, és elhatározza, hogy többet nem teszi ugyanazt, hanem az is, hogy valamilyen árat fizet ezért, és megpróbálja minden cselekedetével ellensúlyozni azt, amit elrontott. Helyrehozni azt, amit elrontott. Most például, amikor Szegedi család megkeresett személyesen ezzel, hogy ő most mit csináljon, akkor én azt mondtam neki, hogy hát az egyik az, hogy nyilván ki kell lépni a Jobbikból, bocsánatot kell kérnie, de a bocsánatkérésen túl minden erejével azon kell lennie, hogy a nyilvánosságban elfoglalt helyét, ismertségét arra használja, hogy elmagyarázza, hogy ő hogyan került egy Miskolc gyerekként olyan társaságba és olyan közösségbe, hogy aztán antiszemita lett, mi vezethetett ide, hogyan látta be, hogy ez egy hibás út volt, és miért rossz az antiszemitizmus, és ezzel menjen és kampányoljon ugyanolyan erővel, mint ahogy az korábban az antiszemitizmus terjesztésért tette. Ugye a Jobbik későbbi pálfordulásában ennek semmi jele nem volt. Egy nagyon pozitív dolog volt, hogy a Jobbik a nyilvánosságban tartózkodott az antiszemitizmustól, de azt tudjuk, hogy miközben Gyöngyösi Márton, és nem jut eszembe a társelnökének a neve, valószínűleg ez egy ilyen freudi hatás, hogy nem emlékszem a nevére, de aki ugye egy gyakorló skinhead volt, Schneider Tamás, azt hiszem, talán Schneider István, nem emlékszem. Tamás. Aki ugye egy gyakorló skinhead volt a 90-es években, miközben a Jobbik társelnöke volt, ugye helyhitlerezett a Lagzián. Tehát ugye itt azért nem csak arról van, hogy nem kértek bocsánatot, vagy bocsánatot kértek, de nem úgy, hát nem ez a fő kérdés. Itt nem a zsidók érzékenységéről van, hogy bocsánatot kér, de nem elég, kérje még egyszer, hát annyira nem ez a kérdés. Az a kérdés, hogy egyáltalán a Jobbik, nekem az a személyes remény, hogy egy olyan párt, mint a Jobbik, amelyik szimbolizálta a rasszizmust, nem egyszerűen csak egy mellék ága volt, hanem ez volt a programjának a fő eleme, az én azt gondolom, hogy nem tud megtérni, mint intézmény, mert ezt fel kell bomlasztani, és azok az emberek, akik benne voltak, keresek maguknak egy új közösséget. De ha mégis lenne ilyen, akkor az mindenképp azzal járna, hogy nemhogy nem helyhitlerezünk Lagzi közben, amikor éppen nem a nyilvánosságban vagyunk, hanem ha tényleg ezt komolyan gondoljuk, akkor elmeséljük a nyilvánosságnak, hogy itt mi történt, és azt is elmondjuk a nyilvánosságnak, és azzal kampányolunk, a gyűlölet ellen kampányolunk. Nem emlékszem, hogy akár Gyöngyösi Márton, akár Schneider István bármit kampányoltak volna a rasszizmus és a gyűlölettel szemben. Tehát milyen olyan programjuk volt, ami ezzel szembe ment volna. Most ezek után, hála Istennek a Jobbik nem egy politikai tényező ma Magyarországon, de ezek után egy ilyen embert meghívni egy széderestére, ami tulajdonképpen egy intim vallási esemény, és
ezt az egész városi eseményt egy nyilvánosságbeli eseményé formálni azzal, hogy rögtön másnap kirakni olyan képeket, ahol egyértelműen ott zsidó vezetőkkel ott szédelezik, ráadásul ezzel, ezeket az embereket is borzasztó kellemetlen helyzetbe hozni, az tényleg felfoghatatlan. Ez egy kicsit olyan, mint hogyha a Ku Klux Klannak a Ku Klux Klan úgymond néppártosodott volna, és a Ku Klux Klan, ami ugye annak az egész léte az afroamerikaiak egyenjogosítása elleni propagandára épül. Most ők képzeljük el, hogy néppártosodnak, de nem mondják el, hogy ez hogy is volt, meg hogy ez most mi van ezzel, és a David Duke-t mondjuk, vagy a Ku Klux Klannak, a néppártosodott Ku Klux Klannak a vezetőjét egy Martin Luther Day-re meghívnánk egy ilyen szűk eseményre díszvendégként, vagy hogyha, ahogy a másik cikkemben írtam, egy közismert pedofilt mondjuk az óvodás oktatás konferenciára egy díszvendégként meghívunk. Tehát, hogy? Tehát, mi? Tehát nem, az ember nem érti, ráadásul ő az egyetlen politikai vezető, akit meghívtak. Mindenki más valamilyen zsidó közösségi vezető volt. Nem arról volt, hogy meghívták az összes parlamenti párt vezetőjét, vagy és mutassuk meg, hogy milyen széder este, hanem ő az egyetlen, akit meghívnak. Tehát számomra egyszerűen nincs az értelmezési keret, sem a jó, sem a rossz szándékú, amiben ez valahogy belefér. Tehát egyszerűen nem, az ember nem érti, hogy ez hogy. Ugye én korábban viszonylag sokat nyilatkoztam a Jobbik kapcsán, utóbbi időben nem, mert nem gondolom, hogy a Jobbik egy valós tényező lenne, hála Istennek. De ugyanakkor ez tényleg értelmezhetetlen. De akkor azt gondolja, hogy a választás volt rossz, tehát az, hogy egy széderestére hívták meg, mert hogyha egyéb más rendezvényre hívják, konferenciára, vagy valami diplomáciai, rendezményre, akkor az úgy még elmegy. Mi egy ilyen meghívásnak a célja? Tehát mit akarunk egy ilyen meghívással elérni? Nem értem. Tehát ha azt akarjuk elérni, hogy egy antiszemita embert meggyőzzünk arra, hogy ne legyen antiszemita, oké. Egy antiszemita néző ember is ember, tehát akkor hogy egy ilyen edukációs oka van, akkor hívjuk meg, de az nem egy nyilvános esemény. Hogyha ez egy nyilvános esemény, akkor csak azt tudom elképzelni, hogy valaki, aki valóban fölvállalja a múltbeli hibáit, és azoknak az ellentételezésére teszi föl a jelenét, az egy ilyen meghívásban valahogy ezt maximumra tudja járatni, akkor azt értem. Tehát azt arra egy eszköz. Tehát meghívni valakit mondjuk egy szegedi csanádot, egy antiszemitizmus elleni küzdelemről szóló konferenciára, ahol szegedi csanád kiáll és elmeséli azt, hogy mit jelentett antiszemitának lenni, és ő hogyan lett antiszemita, mert ez is egy emberi sors, hogyha valakit ez a vírus elkap. Milyen volt ebben a vírusban szenvedni, és hogy javaslatokat tesz arra, hogy mondjuk hogyan lehetne megközelíteni azokat az embereket, akik az antiszemita nézeteket vannak. Mi a jó módszer erre? Akkor ez egy hasznos meghívás, egy hasznos megjelenés. De meghívni egy olyan embert, aki erről soha nem beszélt, maximum csak annyit mondta, hogy hát követünk el hibákat, vagy ahogy Vona Gábor fogalmazott annak idején, gyermekkori vagy fiatalkori eltévejedések, és slussz, akkor tehát mi a meghívás célja? Ön Vona Gábort sem látta volna szívesen egy ilyen széderestén? Biztos, hogyha én egy ilyen széderestén ott vagyok, és ott van Vona Gábor, én abban a percben felálltam volna, ez nem kérdés. De annyit azért, annyi különbség azért van a kettő között, hogy Vona Gábor legalább, ha nem is emiatt, vagy nem tudom, hogy emiatt-e, de azt látta, hogy legalábbis ez az én értelmezésem kívülről nézve, azt látta, hogy az, amit ő korábban képviselt, meg az, amit most képvisel, azok olyan módon feszülnek egymásnak, hogy ő nem tud többet a politikai életben aktív politikai szereplőként lenni. De valaki, aki nem látja ezt az ellentmondást, nem látja, hogy hogyan feszül ez a kettő egymásnak, és továbbra is ugyanazzal a kaján mosollyal vesz részt antiszemitizmus elleni konferenciákon, meg széderestéken, mint amilyen kaján mosollyal arról beszélt, hogy a holokauszt túlélők természetellenesen szaporodnak, vagy hogy mert ilyen beszéde is volt a Gyöngyösi Mártonnak, vagy az a híres beszéde, ugye, hogy a zsidók nemzetbiztonsági kockázatot jelentenek, és semmilyen, az ember nem látja, hogy lenne itt bármilyen dihotómia, vagy bármi, ami egymásnak feszül, az számomra értelmezhetetlen.
Ugye azóta is próbálják megfejteni ezt az egész eseményt, ahogy ön is kérdezte, mi volt a célja egyáltalán, mi ez, hova tegyük, és hát felmerül a kérdés, hogy akkora a szakadék a magyar társadalomban, akár így politikailag, akkora a kettéválás. David Pressman úgy gondolta, hogy akivel neki konfliktusa van, és a Gyöngyösi Mártonnak is konfliktusa van, akkor ők egy oldalon állnak. Nem tudom, én nem vagyok politológus, és nem látok bele sem a meghívó szempontjaiba, sem abba, hogy milyen magasztos politikai célok lehetnek. Én egyszerű laikusként azt gondolom, hogy az egyszavas, egyszerű válasz az a butaság. Tehát, hogy buta emberek úgy látszik, hogy mindenütt vannak, akik adott esetben nem gondolják végig, hogy amit csinálnak, az miért csinálják, vagy az annak mi a hatása. Mert nem, én nem látok más szempont. Lehet, hogy van valami olyan mély szempont, ami nincs előttem, de ugye, ennek az egésznek nincs, azt gondolom, hogy valamilyen óriási katartikus megfejtése vagy hatása a sorsunkra. Inkább arról mesél sokat, hogy milyen a teljes káosz a fejekben, és hogy mekkora rendetlenség van. És ebben viszont szomorú valahol, hogy a zsidósággal kapcsolatban is, meg a zsidóság nyilvánosságban betöltött szerepével, a zsidóság nyilvánosságban betöltött szerepének a tétjeivel, tehát ezzel kapcsolatban is nagyon sok sötétben tapogatózás van, és ebből akadhatnak ezek a teljesen abszurd helyzetek. Tehát arra céloz, hogy akár a zsidóság, most tudom, hogy nem lehet, már az elején megbeszéltük, hogy egy kalap alá venni, vagy nem lehet így beszélni az egészről, de mégis, hogy a saját érdekeit nem mindig ismeri föl, vagy nem látja át, hogy mi az ő érdeke? Nem annyira érdekekről, mint értékekről beszélnék. Tehát mi az, hogy zsidóság? Mi a zsidóságnak a nyilvánosságban betöltött szerepének a fő célja, a fő érdeke, a fő értéke? És én azt gondolom, hogy itt van, amikor azt mondom, hogy sötétség van a fejekben, akkor ez kicsit kapcsolódik az előbb a holokauszt emlékéről, meg az antiszemitizmusról kapcsolatos dolgokról. Tehát a zsidóság a kommunizmusban azt a szerepet, nyilvánosságban betöltött szerepet kapta, hogy ti vagytok azok a szimbólum, ami ha a nyilvánosságban megjelenik, akkor az azért jelenik meg, hogy mindenkit figyelmeztessen arra, hogy soha többé ne térjön vissza a csúfos fasizmus. Ugye ez a szerep lett leosztva a zsidóknak. És egy diktatúrában az ember nem választja meg, hogy milyen szerepet vállal föl, ezt a lapot kapta, akkor ezt a lapot csinálja. De azért eltelt 30 év azóta, hogy ez a diktatúra véget ért. A zsidóság önként és dalolva nem lehet egy olyan szimbólumnak az önként felvállalt zászlóvivője, ami nem a saját értékeiről szól, hanem valamilyen tőle függetlenül amúgy folyó politikai küzdelmekről, politikai érdeknek egymáshoz feszüléséről. A zsidóságnak az antiszemitizmus ellen kell tennie. Egyszerűen önvédelemből. Mindent meg kell tennie. De nem erről szól a zsidóság. És a nyilvánosságban sem szólhat csak erről a zsidóság. És amikor valakik számára a zsidóság egyenlő az antiszemitizmus és az antiszemitizmus elleni megjelenés, mert semmi másról nem szól, ha ránézel arra a zsidó vezetőre, akkor nem az jut eszedbe, hogy szombat, vagy kóser étkezés, vagy Izrael, hanem valami egész más, és ezt most szimbolikusan értem, tehát most nem egy konkrét zsidó vezetőre gondolok, hanem az egész kontextusra, akkor az egész egy politikai értelmet nyer, és egy politikai mezőben minden múló, és minden, ami tegnap értelmes volt, válhat holnap értelmetlenné. Tehát nincs az a horgony, ami az egészet önmagában, saját logikájában megtartaná. És ez az, ami veszélyes. Akkor mondjon nekünk egy-két ilyen zsidó értéket. Ugye szokták mondani, hogy Nyugat-Európában a nagy számú iszlámbevándorlás miatt, meg egyéb ilyen progresszív ideológiák maga miatt a zsidó-keresztény kultúra van kikezdve. És sokan bele is kötnek itt nálunk is a YouTube kommentekben, hogy mi az, hogy zsidó-keresztény kultúra, hogy ilyen nincs. Uh-huh. Beszéljünk, csak egy pár szót, tudom, hogy ez is megérne egy adást. Szívesen visszajövök egy pillanatást beszélgetni erről, mert ezeket azért is nagyon örülök, mert nagyon jó kérdés. Kapok, és ritka, hogy ilyen mélyen lehet ezekről a dolgokról beszélni, úgyhogy számomra ez egy katartikus élmény, szívesen visszajövök még erről beszélni, de nem fejezte be a kérdést, vagy befejezte? Igen, tehát hogy egy-két ilyen zsidó értéket. Igen, az zsidó-keresztény értéket is. Tehát beszéltünk zsidó értékről is, meg zsidó-keresztény értékről is. Abszolút van ilyen. Tehát az nem kérdés, hogy létezik zsidó-keresztény civilizáció, és léteznek zsidó-keresztény értékek, amelyek egy világi
társadalomban is nagyon fontosak, sokkal fontosabbak, mint azt, hogy első látásra gondolnánk. Tehát olyan értékek, amelyeket teljesen magától értetődőnek veszünk, az életértéke, az emberek, amit ma emberi jogoknak neveznek, de az emberközpontuság, az ember értéke, ami ugye az Isten és az ember közötti közvetlen kapcsolatból fakad civilizációs értelemben. Tehát, hogy nincs az a kasztrendszer, ahol a papok vannak valahol felül, és mi gyakorlatilag van az állatok, és köztük vagyunk. Vagy a család értéke, a családi hűség értéke, a munka, mint vallási kötelezettség, a munka és az alkotás értéke, amelyik ehhez tartozik mondjuk a szombat vagy a vasárnap, mint a pihenés, amelyik abból fakad, hogy a szabad választásban hiszünk, és ezért van felelőssége annak, aki ezen a világon él, tenni és alkotni. Önmagában az elgondolás, hogy a világ az nem csak magától van, és ezért véletlenszerűségeknek a következménye, ami ahogy esik, úgy puffan, hát elnézést a vulgarizmusomért, de hogy tulajdonképpen a világegyetem kifinkta magából ezt a világot, és ez majd valahogy lesz, de igazából nem rajtunk múlik, mert, és úgy is el fogunk múlni, mert a környezet szennyezés miatt majd egyszer mindennek vége lesz, mert nem, a zsidó keresztény gondolat az, hogy van egy célja ennek a létezésnek, ha van egy célja egy létezésnek, akkor nekem is van célom, és ez teszi rám a felelősséget, hogy tegyek is ennek a célnak megfelelően. Ezek mind olyan gondolatok, amelyek lehet, hogy nem úgy, amelyeket nem úgy él meg a nyugati ember, ha megél, hogy ja igen, ezt olvastam a Bibliában, és akkor ezért ez egy zsidó keresztény érték, de olyan értékek, amelyek sok száz és ezer év alatt áttevődtek a gondolkodásmódunkban. Ugye talán Nietzsche mondta, hogyha abban a percben, hogy megöltük Istent, megölte Európa Istent, Európa maga is össze fog omlani, és ez történt, mert ha kivesszük Istent a képletből, akkor nem, ez nem azt jelenti, hogy az az ember, aki nem vallásos, vagy nem hisz a Bibliában, nem lehet erkölcsös. Szó nincs erről. Lehet erkölcsös. De a filozófiai alapját, ha valaminek elvesszük, akkor az valamilyen időn belül összeomláshoz vezet. Egy házasságban is, csak hogy mondjak egy példát, a szerelem, ami a férfit és a nőt összeköti. Nagyon sok olyan házasság van, ami éveken vagy évtizedeken keresztül látszólag ugyanúgy folytatódik szerelem nélkül, de aztán egy ponton szét fog esni, vagy egy szenvedéssé válik. Tehát ezt akarom ezzel mondani, hogy igenis vannak ilyen értékek, amelyek egyben univerzális értékek is. Ami pedig konkrétan a zsidóságot illeti, a zsidóságnak tulajdonképpen a zsidóságból fakad a keresztény értékeknek, egy ilyen jellegű értékeknek egy nagyon nagy része. A kereszténység ezt egy másik nyelvezetre lefordította, és általános társadalom szervező elvé tette az 2000 év során. De a zsidóságnak, akinek nem volt megadva, és megint egy külön fejezet, hogy miért nem volt megadva, de akinek nem volt megadva, hogy megmutassa, hogy mit is képvisel a zsidóság, mik is azok az értékek, amelyek a zsidóság számára fontosak, és amelyek áttételesen univerzális értékek. Nos, a zsidóságnak ezeket az értékeit meg kell mutatni. Meg kell mutatnunk azt, hogy a zsidóságnak van mondani valója Istenről, hogy a zsidóságnak van mondani valója az ünnepről, hogy a zsidóságnak van mondani valója a szexualitásról, hogy a zsidóságnak van mondani valója a gyerekekről, és a családról, és a gyereknevelésről, és amikor valaki azt mondja, hogy zsidó, akkor ne az örök áldozat jusson eszébe, a szegény holokauszt áldozat vagy túlélő, hanem ezek az értékek. Mert ezek azok, amik ön saját jogon a zsidóságot meg kell, hogy jelenítsék. Ettől zsidóság a zsidóság. A zsidóság a Biblia által jött létre. És ezért a zsidóság saját értékei azok a bibliai vagy a bibliai értékeken alapuló értékek. Nem a szenvedés. Hát sok sikert kívánunk ahhoz a munkához, hogy ez így legyen. Köszönöm és szépen. Szeretettel visszavárjuk. Köves Lomó, az EMI Magyar Zsidó Szövetség vezető rabbija volt a vendégem. Köszönöm szépen.